Figyelem, figyelem! Azt kell utánozni, hogy brek! Csordultig megtelt a köfényművelődési ház színházterme. Közel 200 iskolást és óvodást örvendeztetett meg Kalapjakab zenés bábos műsora, melyet a gyerkőcök ajándékba kaptak a Kisgyémántok gyermekeket támogató egyesülettől. Az 5 éve működő szervezet küldetése hasonló meglepetéseket szerezni hátrányos helyzetű vagy fogyatékossággal élő gyermekeknek. Az egyesületet magát azt 5 évvel ezelőtt létesítettük, azzal a célra, hogy gyerekeknek szerezünk örömet. Akár koncert formájába, akár bármilyen más programmal, és az elmúlt időszakban években próbáltunk olyan lehetőséget biztosítani a gyerekeknek, ahol jól érzik magukat, és olyan környezetben, ahol tényleg otthon érzik magukat, és vidámak, és örömmel jönnek erre a programra. A csütörtöki interaktív koncertélmény kedvezményezettjei ezúttal a Gyöngyvirág óvoda óvisai és az Arany János egymi diákjai voltak. Ez utóbbi iskola tagintézményei már korábban is kaptak hasonló ajándékot a szervezettől. A Kisgyémántok Egyesület is már másodjára keresett fel január közepén, hogy nagyon szeretnék újra megajándékozni 2 zenés koncerttel a gyerekeket. Nagyon szeretjük ezeket a lehetőségeket, mert olyan élményhez jutnak a gyerekek, amit más alkalommal nem biztos, hogy megkaphatnak. Kalap Jakab és csapatának sajátos egyedi stílusa mindig nagy sikert arat a gyermekek és szüleik körében. Most is fergeteges hangulatot teremtettek. A saját dalainkat játsszuk a gyerekeknek, és egy kicsit annyiban vagyunk talán mások, mint egy másik gyerekprodukció, hogy a bábszínházat és a koncert, az élő koncertet egy kicsit így összegyúrtuk, és mind a kettőt használjuk így, tehát használunk bábokat a dalok közben, próbálunk a dalokban egy ilyen kis történetet, sztorit belevinni, vagy így az egészbe, és ezáltal egy ilyen kavalkád jön ki belőle, hogy rengeteg impulzus éri a gyerekeket, és hát nagyon örülünk, hogy a felnőttek is általában jól érzik magukat. A szervezők célja sikeresen megvalósult, a humoros produkció hatása ugyanis nem maradt el. A kicsik énekeltek, ugráltak és tapssal jutalmazták a színvonalas műsort. Az pedig már biztos, hogy lesz folytatás. Legközelebb április 5-én lesz hasonló meglepetés. Akkor a szintén népszerű Alma együttes érkezik a művelődési házba.